Köszöntöm kulturális magazinunk nézőit, már is mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket e heti adásunkban. Online üzennek a dérinések. Az idén 30 éves társulat gálaműsor helyett az interneten ünnepli jubileumát. A 200 éves Ecsenyi Tölgyis versenybe száll, az évpályát keresik. Születés programok helyett házhoz szállítás, a koronavírus járvány a köröshegyi levendulás életét is átírta. A koronavírus járvány miatt gálaműsor helyett online ünnepli 30 éves jubileumát a Dériné Vándorszíntársulat. Az egykori és jelenlegi tagok az internet segítségével viszik házhoz a kultúrát. 1997 és 99 között voltam én Dérinés. Egy Nagy László verssel készültem most nektek, kiviszi át a szerelmet, maradjatok otthon. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot ki lehel deres ágra, ki feszül föl a szivárványra? Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket kiöleli sírva? Ki becész falban megerett hajakat, verőereket, s dújt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. A Dériné Vándorszíntársulat egykori és jelenlegi tagjai üzennek prózában, énekben vagy zenében a közönségnek. Mint azt a társulat vezetője, rendezője Török Tamás elmondta, az élet írta át a jubileumi év terveit. Tudom, és művésztársaim is tudják, hogy egy szép gálás keretében kellett volna Önöknek megköszönni a 30 év tapsait, és azok a színészek jöttek volna el erre a gálásra, akik ma az ország különböző pontjain és színpadain játszanak, színdarabokban, illetve filmszerepekben. Sajnos most ez a helyzet, ami előállt, azt a lehetőséget nyújtja számunkra, hogy azok a dérinések, akiket Önök majd meg fognak ismerni, estéről estére, időről időre bejelentkeznek a honlapunkon, és Önöket köszöntik, illetve biztatják a kitartásra. Jubileumi gálára készült a kaposvári társulat. A koronavírus járvány miatt azonban online viszik el a kultúrát a közönséghez. A dérinések a kis videóikban pedig gondolataikat is megfogalmazzák. Társulatunk idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Viszont a jelenlegi sajnálatos helyzet miatt nem tudunk Önökkel személyesen találkozni, ezért az internet adta lehetőségeket hívjuk segítségül. Én személyesen, a magam nevében ezúton szeretném megköszönni a rengeteg tapsot és barátságot, amit az elmúlt években Önöktől kaptam. Azt gondolom, hogy ez egy közös siker, az Önök és az én sikerem. És ahogy akkor annó a siker közös volt, most sajnos a problémáink is hasonlóak. Hasonló problémákra pedig hasonló megoldást kellene találnunk. Én azt tudom Önöknek javasolni, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, és tartsanak ki, túl leszünk majd ezen is, közös erővel, annál is inkább tartsanak ki, hogy az év második felében minél előbb tudjunk találkozni Önökkel személyesen, a város különböző pontjain, akár egy-egy előadás keretein belül, akár személyesen. Egy biztos, minden elmúlik. Most pedig engedjék meg, hogy Ady Endre versével kívánjak Önöknek sok erőt és megértést és türelmet az előttünk álló időszakhoz. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Csillagszórók az éjszakák! Szent János bogarak a kertben! Emlékek elmúlt nyarakon, Florenc nyarán, s összekeverten. Búcsúztató őszi lidónak emlékei a hajnali párás, diszkócos tánci termen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva. Árván. Török Anna és Angler Balázs szóban és dalban üzent a közönségnek. A Valahol Európában című musicalből adtak elő egy részletet. A legfontosabb üzenet, amit szeretnénk átadni, az, hogy kitartás,
akármilyen nehéz időszakban is vagyunk most benne, egyszer vége lesz. Gondoljunk csak arra, hogy voltak már nehéz időszakok az életünkben, akár több hónaposak is, visszatekintve mégsem tűnnek olyan hosszúnak. És hát azt se felejtsük el, hogy azért ebben az időszakban is meg lehet találni azt, ami szép és jó az életben, aminek lehet örülni. Ilyen például a zene, éppen ezért egy dalt is hoztunk nektek. Mint aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mint elment, túl nagy a zaj, ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs tas és fény, éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell, így van jó, nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a fény belobózik a lombok alatt. Ahogy távol az ég, és a völgy koha szön, virágait végre kibontja. Gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé, mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra maradt, és a fák, a vizek és a tétova szín, a néma hegy oldal is újra beszél. A Londonban élő egykori dérinés Kozári Alinka operaénekes is kitartásra buzdítja a közönséget. Törő Gergely egy számára kedves költeménnyel üzent a közönségnek kis videójában. Ez a vers nagyon közel áll a szívemhez, ugyanis ezzel nyertem életem első szavaló versenyét. Valamint szeretnélek megkérni titeket, hogy tartsátok be a szabályokat, vigyázzatok egymásra, különös tekintettel az idősebb korosztályra, és ami a legfontosabb, hogy maradjatok otthon, mert minél többen tartjuk be a szabályokat, annál hamarabb lesz vége ennek az egésznek. Petőfi Sándor, Szeged Szeggel. Jaj, a hátam. Jaj, a hátam oda van. Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös, fütykös somnyele, melyel engem oly pogányul csépele. Miért is tarthat kertet? És benne körtefát? És az Isten rá gyümölcsöt minek át? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehogy sem állhatám. Átugrottam a palánkon, átesém, hogy megingott bele, májam és vesém. És nem elég ez, szomszéd bácsi rajta kap, és akkor jött még a valódi hadd elhad. Én teremtőm, miért is éltem a napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze, mondta, nesze másik, harmadik, és a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál. Búsan nézte szomszéd bácsi, mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e. Három a tánc, mondta, és egyre hegedül. Hegedült a bottal hátam közepén, keservesen, siralmasan jártam én.
A Kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ az interneten folyamatosan megosztja a Dérinések videóit, köztük Fehér Gáborét is. A Dériné Vándorszintársulat tagja kislányával, Anna Rózával énekelt. Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen varázspálcám, mellyel bármit eltüntethetek, és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen hét mérföldes csizmám, nincsen varázsköpenyem, hogy holnap is még veled leszek, az sajnos nem ígérhetem. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék, áruld el nekem? Az idén 30 éves Kaposvári Dériné Vándorszintársulat előadásaiban mindig a változatosságra törekszik. Az elmúlt évek során számos produkcióval állt a közönség elé. Ezeket is megosztják a közönséggel az interneten. Hát elmúlt, ma sem érzem, hogy mégis úgy fáj, hogy elmentél. A 60-as, 70-es évek táncdalfesztiváljainak világát is felelevenítette a Dériné Vándorszintársulat.
dérinések a retro érzést hozták vissza a közönségnek, zsűrivel, fatáblás pontozással és természetesen a régi slágerekkel. Az évpálya versenyen indul az Ecsenyi Schwab Liza Cser, a mintegy 200 éves csertölgy Máj Péter nyugalmazott tanárföldjén található. Az egykori polgármester úgy véli, a fa mementója a hajdanán virágzó Schwab településnek, ugyanakkor az elnevezésben szerepel már az új generáció is, hiszen harmadik nevét a pedagógus unokájáról kapta a tölgyfa. Az ecsenyiek abban bíznak, hogy sikerül nyerniük az évfája versenyen, ezáltal egy szakmai grémium megtekinti és felméri a fa állapotát, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy még néhány évtizedig bárki megcsodálhassa a tölgyet. Pontosan 3 méter 74 centi. A 200 éves földig ágas cserfa sokáig megbújva ezen az erdős területen élt, amikor 2015-ben a nyugalmazott tanár felfedezte. A pedagógusnak rögtön feltűnt az óriási fa, és kitisztította az ajnövényzetet, a vadhajtásoktól is megszabadította. Onnantól ez a fa, ha szinte hallottuk, hogy mekkorát sóhajt, és újra életre tért, és gyönyörűen kezdte az ágait hajtani, hogy a mellékelt ábra is mutatja. A nevét azt találtuk, hogy Ecsenyi Schwab Liza Cser. Ugye az Ecsenyi, itt vagyunk Ecsenyben a településen. Hát a Schwab ugye az már nem véletlenül került be, hogy a Schwabok a magyarországi németek. Liza a kis unokám gyakorlatilag, és a fa-nak a fajtája pedig Cser. És így állt össze ez a szép név. Péter és unokája sokszor felsétálnak a területre, és gondját viselik annak a fiatal csemetének is, amelyet utódul ültettek az öreg tölgy közelében. Megnézed ezeket az ágakat, ezeket azért így metszettem, hogy húzóra legyenek. Látod, ezt úgy hívják, hogy katlanra kell, ugye a közepe mindig tisztának kell lenni, hogy a napfény bejöhessen. Ha megnézed, minden olyan kis ágat, ami befelé nőtt, már eleve levágtam. És ezek az ágak pedig szépen elkezdik húzni majd. És akkor ilyen gyönyörűen ki lehet alakítani majd, látod, a koronáját. Liza, a fa egyik névadója abban bízik, hogy az évfája pályázat megnyerésével még tovább életben tarthatják a 2 évszázad a magasodó csert. Nagyon szeretném, hogy ugye megnyerjük ezt a pályázatot, mert így tudunk rajta segíteni, és még tovább fog élni meg, hogy örökség is lehet a következő utókorra. Az évfája versenyt 2010 óta rendezik meg hazánkban minden évben az Ökotárs Alapítvány szervezésében. Pályázni március 21-től május 10-ig lehet bárkinek. A pályázatra azért indulunk mindenképpen, mert azon túl, hogy az a megtisztelő cím, aki azt elnyeri abban az évben, hogy az évfája, azért számra van egy sokkal fontosabb része, amiről csak úgy a lábjegyzetben szólnak, de nagyon fontos, ugyanis aki megnyeri ezt a titulust, annak lehetősége van, pontosan azt a fát egy szakmai grémium megtekinti, felméri az egészségi állapotát, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy jobb helyzetbe hozzuk. És én úgy érzem, ami több mint 200 éves öreg cserünk már lassan erre megérik. Tehát nagyon sokat jelentene, ha a környezetünk kisebb, tágabb, a település, a megye, a lakói hozzájárulnák ahhoz, hogy ezt a megtisztelő címet elnyerhessük, nem miattunk, nem a hírnév miatt, hanem a fánk érdekében. Egyébként van arról valamiféle adat, vagy kutatás, hogy egy ilyen cser mennyi ideig élhet? Azt elfelejtjük, hogy a fáknak is, a növényeknek, a fáknak is úgynevezett életkora van, vágás érettségi kor, ez a hivatalos neve egyébként, és hajlandók vagyunk erről nem tudomást venni. És hagyjuk, és egyszer csak azt veszük észre, hogy összerodjik, tehát bélkorhat lesz, és úgy megy tönkre a fa, hogy utána nincs semmi haszon belőle. Ugye már a haszonfákat, többek között a környezetekből egy csert, akácot, időben levágják, például az akácnak 30 év a vágás ide egyébként. Ezt eléri, akkor mindenképpen le kell vágni, mert másnaptól elkezdődik a leépülés. Na most ez a szegény fánk is már vagy kétszer
a vágás érettséget elérte, de hál' Istennek jól tartja magát, sőt egyes hozzáértők szerint, ha most még sikerül egy kis ilyen infúziót adni neki, akkor gyakorlatilag egy 45 év még garantált. A zsűri a jelölések lezárultát követően választja ki azt a 12-15 fát, amelyre majd júliustól októberig szavazhat a közönség. Az ünnepélyes díjátadóra pedig várhatóan novemberben kerül sor. Nagy sikert aratott a tulipánok házhoz szállítása Kőröshegyen. A koronavírus járvány miatt idén ugyan elmaradtak a szüreti programok, de a virágkedvelők akár az otthonukba is rendelhettek egy-egy csokrot. Több százan éltek a lehetőséggel, így akár mind a 176 ezer szál virág gazdára találhatott. Csomagolják a tulipáncsokrokat Kőröshegyen. Nem hétköznapi látvány ez, hiszen eddig a vásárlók maguk szedték a virágokat. A járvány miatt azonban idén mellőzni kellett a szüretet, így most megrendelések alapján juttatják el a csokrokat a vevőkhöz. Erre nem voltunk felkészülve így semmilyen szempontból, úgyhogy hát ki kellett valamit találni, hogy mégis amit már tavaly szeptember óta belefektettünk munkát, energiát, mindent, akkor valami. Mégis a koronavírus miatt ugye beszélünk erről, hogy valamit kihozzunk belőle. A dobozolt virágokat az egyik csomagküldő szolgálat viszi házhoz, miután azt előzetesen interneten megrendelték. Online bonyolítják a vételár kifizetését is, így minimálisra tudják csökkenteni a fertőzés veszélyt. Nem volt egyszerű a dolog, mert ugye még ebben még nem foglalkoztunk ilyen küldéssel, csomagküldéssel. És ahogy látszik is, hogy kisebb-nagyobb dobozok vannak, és akkor lehet rendelni 20, 30, 40, 60 vagy akár 100 szálat is, és akkor azt szépen bedobozoljuk, kicsit benedvesítjük a szárát ilyen nedves papírtörőkendővel, egy zacskót húzunk rá, és megpróbáljuk úgy csomagolni, hogy legalább azt a egy vagy maximum két napot, amíg a GLS kiviszi, addig kibírja. Tapasztalat az, hogy teljesen kibírja, mert a tulipán, tehát olyan frissen szedjük ugye most egyből, ahogy csomagoljuk, hogy mikor visszaválják a szárát, mielőtt a vázába teszik, utána egyből fölélednek, még ha el is, de nem is konyulnak el a szirmok, úgyhogy nincs vele probléma ilyen szempontból. Akkor a területen vannak ültetve itt mindenféle tulipánok, mert hogy a szivárvány minden színében látok itt virágokat. Hát most jelenleg most egy fél hektáros terület van beültetve, 176 ezer tulipánt, hagymát tettünk tavaly szeptemberben, úgyhogy 16-18 félét, nem titok, ugye ez Hollandiából érkezett, és így ebből a dologgal reméljük, hogy ebből a postási dologgal reméljük, hogy így a gazdaság így talán életben marad. Az egyébként turisztikai céllá vált gazdaságban hamarosan kezdődik a levendula virágzás is. Szabó Lajos abban bízik, hogy a levendula szüret idejére már megnyithatja kapuit az ültetvény, hiszen évente több ezer vendéget és virágkedvelőt fogadnak itt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő heti kulturális magazinunkban beszámolunk a többi között a Philharmonia Magyarország új térzene kezdeményezéséről. Ha tehetik, maradjanak otthon és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!